egész héten beszélgettünk a játékosokról, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés a számunkra, hogy hazai környezetben megszerezzük az első győzelmünket. Ez sikerült. Nagyon nehéz volt, és elsősorban mi tettük magunknak nehézé azzal, hogy nehezen törtük fel ezt a nagyon passzív játékot, amit játszott a Diósgyőr. Beálltak védekezni, tulajdonképpen nehéz volt azokat a szituációkat kialakítani, amire készültünk, de függetlenül ettől én úgy gondolom, hogy az első fél időben is megvolt három olyan zicserünk, amivel már megszerezhettük volna a vezetést, sajnos ezt nem sikerült. Viszont a második fél időben nagyon jól jöttünk ki, azokat a dolgokat, amikről beszéltünk, maradéktalanul megvalósították a játékosok, jól futballoztunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sajnos ebből csak egyet tudtunk értékesíteni. És ugye vártuk, hogy az első gól után majd kinyílik az ellenfél, mint ahogy ez meg is történt, és utána még voltak olyan lehetőségek, hogyha pontosabban befejezzük a támadást, akkor gólokkal nyerhetjük meg. A végén viszont szerencsénk is volt, mert két-három olyan hibát elkövettünk, amiből az ellenfél olyan szituációba került, amiből kapura lőttek, kapufa lett belőle, mellé ment a labda, de a futballhoz szerencse is kell. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tettünk ezért a győzelemért, és megérdemelten nyertük meg egy eléggé passzívan játszó ellenfél ellen a mérkőzést.